Adventi hangulatban tartották meg az idén is Baróton az erdővidéki karácsonyi vásárt. Szeretettel köszöntök minden kedves jelenlevőt az idei erdővidéki karácsonyi vásáron, melynek szervezői a Városi Művelődési Ház és a Barót polgármesteri hivatala. A szervezők szándéka, hogy visszahozzák a régi vásárok hangulatát, és igazi karácsonyváró hangulatot teremtsenek Baróton, erdővidék központjában. A vásár keretében főleg erdővidéki kézművesek és termelők bemutatkozására számítunk, de szívesen látjuk más vidékek kézműveseit is. Bízunk benne, hogy minél több helyi termék lel gazdára. Hamarosan a Bölöni Ifjúság kórusának adventi koncertje következik. Mindenkinek kellemes időtöltést kívánok! Na, mit szeretnének tudni? Mindent. Mindent. A diaktanás csapattól látható, és mi főztünk, és jobban mondom, a tűz főzte. Pityokotokány, pici extra kolázó neve a főztünknek, mivel van benne ilyen, hogy is mondjam, titkos hozzávaló, amit csak mi tudunk, és ettől a legfinomabb az egész kajak közül az a legfinomabb, egy szóval. Hát gratulálok, nagyon ügyesek vagytok. Mindenki egy picit hozzátett, az egész csapat. Úgyhogy mindenkinek a lelke benne van. És hányan vagytok körülbelül? Hát 15 plusz személy. Kaptunk felhívást, és úgy döntöttünk, hogy mi is ideállunk, és szíveskedünk a Málti Szeretett Szolgálatnak ennyiben. Tehát az étele arra, annak a bevétele a Málti Szeretett Szolgálatnak lesz, és annak van hívva, oda a szolgálat. Ez jó kérdés. Egyik a Bölöni, a másik a Bölöni. Ezt ti főztétek? Igen, mi főztük a baróti szülős. Általában 2005-ös, 6-os korosztályos szülők vannak itt. A gyerekek is ott vannak bán, most jelenleg a védelő. Nagy szeretettel, hogy segítsük a szolgálatot, Máltai Szeretett Szolgálatot. És mit főztetek? Babgulyás főztünk csülökkel és füstölkorban. Legfinomabb mámon, ki mindenki fő. Akkor átadják csak a kutyát. És ez kinek a főztje? Baróti focistinak. Itt a főtüzelő, a főszakad, csak hát nem mondik, ahol a fálinkat értek, hát ezt szoktuk vállalni. Az idén is megszerveztük az immár hagyományá vált erdővidéki karácsonyi vásárt, amelyre nagyon sok árus jelentkezett, ami annak is köszönhető, hogy most már az árusok kalendáriumában úgyhogy felkerült minden évben megszervezendő vásárunk. Nagyon szép számban jönnek is, tehát már annyira sikerült úgymond egy vásári kört kialakítani, hogy nem is nagyon kell hívni őket, hanem ők egymást értesítik, és mindig vannak újok, de nagyon sok visszatérő vásáros is van. Az idei vásárt is ezért már lassan hagyománnyá vált jótékonysági főzéssel bővítettük, szépítettük. Az idei vásárban 10 csapat jelentkezett, ami a legnagyobb létszám idáig, ami volt az összes vásárban. Most már nagyjából el is adottak úgymond a kaják, így közel 500 fejadagot sikerült eladni a csapatoknak. A befolt összeget idén is felajánljuk jótékonysági célokra. Idén úgy gondoltuk, hogy a Baróti Máltai Szeretett Szolgálatnak ajánljuk fel ezt az összeget, ami szép kis összeg, ezzel is ösztönzve őket arra, hogy továbbra is végezzük a munkájukat, hisz nagyon jó dolgot csinálnak. Yeah.
így barátokul, egyház fiakul, kapitan alsósokul összehallottunk, és féli fiakul képviseljük a felsőrakosi unitárius egyházat. Egy hagyományos felsőrakosi tokanyt készítettünk, bozos poliszkával. Egy kicsi arpalisztőt kavártunk belé, hogy a hagyományokat megőrizzük. És minden a tokanyba, paprikásba, minden kárti fűszert, semmi bőtit, műt nem akartunk, ha minden kárti finomságot beléfőztünk, és reméljük, hogy mindenkinek a tetszésére és ízlésére sikerült elkészítenünk ezt a napi menüt. Köszönöm szépen! Az egyik csapattársunk Sándor Hunor, a főszakácsunk Pető Mihály. Igen, jönnek a rákosiak. Pető Mihály. Mindjárt nem maradt, sérsz meg. Ferenc János kapitanácsosunk, Kotesz Attila jegyző úrunk, a Bogyor úr, mi felső rákosi felpartolta a unitárius egyházat. Akkor kéne egy porciót tegyünk súlytnak. Hát Jancsi, te gyere ide Jancsi, már ő is benne van a csapat. Meg tudod egyet, hogy hívják? Tehát mi vagyunk a Nagyajtai Napsugarak önkéntes csapat. Itt a lányok és két fiú kíséretében gyerekfoglalkozással töltenénk a mai napunkat. Erre szenteltük rá. Különböző papírból készített karácsonyi díszek elkészítésével foglalkoztunk. Minden mellett a gyerekek az iskolában készítettek karácsonyfa díszeket, vagy karácsonyi dekorációkat, amiket csak ugyan árusítunk, és minden mellett az iskolánk részese a Turulmadár Ifjúsági Irodának és Erfi Szent György Irodának. A Berdem Mózsa programnak vagyunk a tagjai. Ez hátrányos helyzetű és rászoruló gyerekekkel foglalkozik elsősorban. A mi iskolánkban 25 gyerek tagja ennek a foglalkozásnak. A Szentgyörgyi csoport és a mi csoportunk is készítettünk különböző karácsonyi díszeket, amik itt felaggatva láthatóak, azokat is árusítjuk. És van egy adománydobozunk, amivel várjuk a kedves ide látogatók adományait. Nézd meg, anya, ne! Nagyon szép. Az mi az? Nem tudom. Ja, Mikulás szapka. Ez is, ne, Mikulás szapka. Az pedig olyan. Nem tudom azt mondani, hogy nagyon látszott az embereken is, akik kijöttek a vásárba, hogy már igazi ünnepi hangulat uralkodik, és nagyon adakoztak, voltak ifjúsági egyesületek is, akik adományokat gyűjtöttek, és az adomány fejébe adtak egy kis ajándékot, hogy legyen az egy karácsonyfadísz, vagy egy kézzel készített fali naptár, ami nagyon keresett volt ebben a vásárban. Közösségépítő szerepe kezdett lenni a vásároknak, és reggel, amikor jöttünk, elég rossz idő volt minket, gondoltuk, ezért kicsit el is keseredtünk, hogy nem nagyon fognak kimozdulni az emberek. Ez annak is köszönhető, rossz idő van meg, hogy ugye vasárnap van, és mégis advent. Tehát nagyon sokan templomba járnak, féltünk ettől egy kicsit, hogy kevesen lesznek, de szerencsére pozitívan csalódtunk, hisz nagyon sokan voltak egész napon vásárba. Az emberek már hozzászoktak ez a vásárhoz, és nem csak azért jönnek ki, hogy vásároljanak, hanem lehet látni kisebb csoportokat összeülnek, beszélgetnek, egymásnak ővennek, hogy rég nem volt idejük egyet beszélgetni, és milyen jó alkalom erre, hogy egy forralgó mellett akár egyet társalogjanak.